truck to come and get me. Gå in och kommentera Patriks debattinlägg på sverigesradio.se/petrinyheter. Det här är Petri. Och så köper han den där gamla stommen förfallna, flyttar upp till Liden och restaurerar. Mm-hmm. Det huset som jag såg 1966. Och genom a bölcs és intelligens csavar felhasználók birodalma, Székesfehérvár, Berényi út 40. Och det var ju inte, kanske inte lika omöjlig uppgift som men egy rejtett Exoszi kápolna egyik freskóján Mikel. Ilyes képviseltet látom. Írom a adatokat, akkor beadom a keresetlet. Képzett idegenvezető lenni. Jöjjön tanulni a Kodolányi János főiskolára, ahol fél év alatt megszerezheti az OKJ szerinti idegenvezetői végzettséget. A képzés költsége részletekben fizethető. Információ a főiskola honlapján www.kodolanyi.hu vagy az 543-475-ös telefonszámon. Unod a kiszínezett történeteket? Elmondom feketén-fehéren. Pepita Taxi. Fehérváron 10 percen belüli kiállás, kellemes utazás, megbízható szolgáltatás, plusz a lényeg, a városban még mindig a legalacsonyabb ár, és hűségedért klubkártya is jár. Érdeklődj diszpécser szolgálatunknál. Ne feledd, 6x4, és a kocka el van vetve. Módosíthatják a munkaszerződésemet szóban? Hová fordulatok, ha bővíteni kívánom vállalkozásom? Jogosult vagyok európai egészségbiztosítási kártyára. Munkavállalásról, cégekről, társadalombiztosításról közérthetően. Jogpont. Forduljon hozzánk díjtalan jogi tanácsért. Jogi segítség a munkavilágában. Megbízásával valósul meg. Készült az Okis megbízásával. Fuvarozás nyújtjuk. Az Alba Volán ZRT vállalja autóbuszok teljes körű javítását, fényezését, karbantartását, környezetvédelmi felülvizsgálatát, tahográf és sebességkorlátozó beszerelését, műszaki vizsgára való felkészítését és vizsgáztatását. Alba Volán ZRT, Székesfehérvár, Börgöndi út 14. Telefon 538-700. Jövőforrás program. Sok programod van és alig bírod a szervezést. Erőforrás hiánnyal küzdesz. Fogadj önkénteseket, akik segítik munkádat. Látogass el az önkéntes.cisz.hu oldalra, vagy hívd a 20-26-36-756-os telefonszámot, és használd ki a lehetőséget. Fogadj minél több önkéntest, fejleszd közösséged, változtasd meg környezeted. Jövőforrás program az önkéntesség elterjesztésére Fejér megyében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Reklámot hallottak. Tizenhárom óra. Önök a Vörös Marti Rádió híreit hallják.
Köszöntöm a Vörösmarty Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Csordás Csilla. Színpadi programokkal, koncertekkel várják a 81. ünnepi könyvhét és a 9. gyermekkönyvnapok rendezvényeire a fehérváriakat június 2. és 11-e között a megyeszékhelyen. Az ünnepi megnyitót a Szent István teremben rendezik ma 18 órától. Az ünnepi könyvhét rendezvényeihez kapcsolódóan a Vörösmarty Társaság meghívására Székesfehérvárra érkezik június 7-én professzor dr. Pap Lajos nyugalmazott szívsebész is. Az ünnepi könyvhéten újdonságként a Szent István Művelődési Ház szervezésében a versünnepen díjazott fiatalok fehérvári költők verseit szavalják. Igazi oktató múzeummá válhat Székesfehérváron a főutca miatt. Olvasható a statisztikákban. Lámpák a 11. Steveka értissä noin 70 ahtaajaa Kotkasta. Rachel Corey, 5 personer har ombord på den båten. Det vore moraliskt fel att vända efter det som hänt, säger en talesperson till Ekot. Besättningen på fartyget beräknat vara kvar på internationellt vatten till fredag kväll, då de enligt planerna närmar. En 32-årig utvecklingsstörd man dog på psykakuten. On järjestänyt torniolainen yrittäjäpariskunta. Viisi, kun kaksi italialaisnuorta menee. Töölön yhteiskoulun opinto-ohjaajalle. Det är Lunds universitet noga med att kolla. Men flera professorer vid universitetet skriver inte meriter som de bör fatta. Egyelőre meg sem tudják közelíteni a földeket. Az áradások miatt 18 települést nem lehet autóval megközelíteni, és mintegy 60 útszakasz került újra víz alá, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A közlemény szerint a helyzet továbbra is az észak-magyarországi régióban, Borsodabolyzemplén megyében a legkritikusabb. A 30 000 kilométeres országos közúthálózaton jelenleg mintegy 60 szakaszon van érvényben teljes útzár, emellett számos út csak nehezen lépésben járható, és több helyen csak félpályán haladhat a forgalom. A legtöbb útlezárást az észak Magyarországi és a Dél-Dunántúli régióban kellett elrendelni a társaságnak. A Borsodabolyzemplén megye továbbra is halmozottan hátrányos helyzetben van, emellett több helyen is teljes útlezárást vezetett be a cég, többek között Baranya, Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Komárom-Esztergom megyében. A Fidesz kedden a szavazás előtt visszavonta a kormány tisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslathoz általa benyújtott módosító indítványt, amely munkáltatói indokláshoz kötötte volna a kormány tisztviselők elbocsátását, így a jövő héten az eredeti indítványról határoz majd a parlament. Ez rögzíti, hogy a kormány tisztviselői jogviszony indoklás nélkül megszüntethető. Az államfőhöz fordul a Liga szakszervezetek a kormánytisztviselőkről szóló törvényjavaslat miatt, tudatta az érdekképviseleti tömörülés közleményben. A szakszervezet arra kéri az államfőt, hogy ne írja majd alá a törvényt, hanem küldje előzetes normakontrollra az alkotmánybírósághoz. A Liga szakszervezetek elfogadhatatlannak tartja ugyanis, hogy a törvény lehetővé teszi a kormánytisztviselők munkaviszonyának indoklás nélküli megszüntetését. Brüsszelbe érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, aki csütörtökön az Európai Unió és a NATO csúcsvezetőivel találkozik. Kormányfői minőségében első útja Lengyelországba vezetett, és Varsóból repült át szerdán az integrációs intézmények székvárosába. Este az Európai Bizottság néppárti biztosai lesz közös munkavacsorája. Csütörtökön Orbán Viktor először tagországok állam, illetve kormányfői testületének, az Európai Tanácsnak az elnökével találkozik. Ezután José Manuel Barrosóval, az EU legfőbb végrehajtó szervének, az Európai Bizottságnak az elnökével folytat megbeszélést, amelyet közös sajtótájékoztató követ majd.
Híreink végén röviden a várható időjárásról. Változékony időre számíthatunk csütörtökön, és az ország néhány részén már néhány órás napsütésre is számíthatunk, de jobban